Na kérem. Megvagyunk a pihenéssel. Úgyhogy... Irány Németország. Gyönyörű gúnyában vagyok, mert elég rondán esik. És még majd ki kell szállnom. Gyorsan ezt a kabátot elteszem száradni. A kollega, aki már jött mögöttem, az hat férjen el. Jönni nagyon jobbra.
most már bemelegedve az autó, és akkor most minden párás, nincs kiszárítva még. És ablakok még eléggé ködösek. Külön bejelentés, ugye valószínűleg most már lehet látni az előző videónál, remélhetőleg a most már feldolgozták a YouTube-ék, hogy már úgynevezett 4K-s videót töltöttem fel, úgyhogy és az a jár viszont, hogy valószínűleg majd ritkább lesz videó feltöltés, vagy még egy vagy kettő hetet ki fogok hagyni, mert az a helyzet, ugye, hogy ezeket csak otthon tudom megcsinálni, megszerkeszteni minden, és a laptopom az nem bírja ezt a felbontást már. Most sem a program maga a laptopon, gondolom nincs elég memória hozzá. Plusz ez kicsit több mint egy fél nap, amíg a otthoni gép is átkonvertálja, hogy összerakja az egészet egy videóba. YouTube maga az videócsatornám sem fölmegy egy 3 óra alatt, tehát az nincsen baj. Csak még a oldal is még csámcsog rajta egy legalább egy napot, mire kijön normál felbontásban, tehát még az nem is a HD. Ez körülbelül egy 2-3 napos procedúra, amit összesen össze kell hozni. Még abban nekem csak egy kb. Egy napot kell szenvedtem úgymond. Az első ablakot fűtöm, vagy a kettő oldalsót. De egyszerre kettő nem megy.
ha leveszem a fűtést a szélvédőre, akkor az egyből bepárásodik. De most automatán van, most éppen relatíve jó a szélvédő. Aztán most is ezt kapja a legtöbbet. Most nincs elég meleg szél. Mindjárt félreállok egy fél percre. Aztán lepuszolom. Törlőpapírt. De ez meg tiszta, úgyhogy csak felgöngyölödött a közére. Egyszer. És ha már úgyis egy kis maradékunk, akkor ezzel meg megoldjuk. A szélvédőt is nagyjából. Amennyire tudom. Ezt majd rendesen le kell törölni a szélvédőt, ha egyszer eljutok odáig. Na jó. Au. Na most legalább kilátok. És ha már megálltam, akkor ezt is nyugalomba kitöltem. 4-4-5.
betonzt. Kérdeztem a tomba.
előre. Na kérem. Lassan érkezek a határhoz. Osztrák határhoz. Normál pályát még le is zárták egy sávra. Érdekes. Ez fura. Valakit keresnek, vagy? Érdekes. Egy sincs senki. Furcsa.
érdekes volt. Na mindegy. El van. Megyek tovább előre. Kérem egy... Még már egy jó 10-12 kilométer elméletben, vagy picivel több. A lerakóig, közben megjött a visszaút is. Szokásos át kell menni, mert a senkerékhez aztán a pótot ledobni. És megvárni a holnap reggelig, hogy ez az éjszakai rakodásos történet. 400 méter múlva forduljon jobbra, majd az út végén forduljon balra. Szívesen lecsavaroznám azt, hogy valami, de nem lehet. Ragasztani meg... Igen, rajta nincsen ragasztó. Plusz azt undormányos lenne. Ezért mondtam azt, hogy valószínűleg annyi kilométer, amit mondok, mert 400 méter múlva forduljon jobbra. Ez nem játszik. Csak egy sacra 10 kilométer, ez bőven több.
tekintve. Annyira kanyargos, hogy nappal még előzni se tudnak az autók. Éjszaka már tudnak satszolni a fényszórók miatt.
délután 6 óráig van munkaidőm, tehát bőven át. A körforgalomnál térjen jobbra, első kijárat. Tehát bőven át tudok menni a felrakóra. Ég, amíg itt, itt voltam. Kukucs balra, kukucs jobbra. Ez...
Az út végén forduljon balra. Forduljon balra. Még ma. Négyen megyünk, megjegyzem.
méter múlva térjen le az autópályáról, majd forduljon balra. Nem tudom, a kamera látja a szivárványt, de kb. Pont szemben van. Gyenge, ami húzza. Forduljon jobbra.
át a körforgalmon, második kijárat. Program. Majd a másodiknál forduljon balra. Program szokásos lesz, oda megyek, lerakom a pótot, félreállok, aztán holnap reggel meg visszacsatolom és indulok el vissza telepre. Haladjon át a körforgalmon, második kijárat. Majd a másodiknál forduljon balra. Egyem az indexedet, jó barátom. Megérkezett az úti célhoz. Na és innen 7 óra 30 perc. Kört, aztán pót ledob, és pihé. Na jó. Megjöttem, úgyhogy ennyi. Na kérem, megvolt a pihenő, megvolt a rakodás. Idő 7:30. Na, gyerünk már. Hopp! Most jó. Áldértáblát nem nyitottam ki. Hátul. Előre már kinyitottam.
a kerekszébe húzott egy végig két csíkot az úton. Az út végén forduljon jobbra. Nem sétél. Lesz egy szünetem, köszönöm, lesz egy osztrák határ, aztán egy szünet, utána magyar határ, és telep.
megyek föl. Lenn a pihenőt. Söprögetős autó. Kifele menet, de valószínűleg visszafelé is ugyanez lesz. Az éjszakai rakodós. Na nézzük, Nem. Banyak itt a szélén volt egy hely, de mindegy. Világszeme.
szerintem ketten elférünk. Azért megvárom, hogy hogy produkálja magát. Még akarsz hátrébb menni? Oké. Okay. Kicsit elboltáztam. De most lesz jó. Cserélnek a pódot, jó. Na, hát akkor szünet. Na mindjárt indulok, csak... Ez még gyorsan. Kitöltöm. Most ráírom, hogy... Én rakottam föl. Nyomás. Van meg. Fel van töltve, szuper. Magyar határ, aztán meg a telep.
most mivel? Erősen félre vannak állítva. Akkor ciao. Száz méter múlva forduljon balra, majd a jobb oldali sávban haladjon. Hála az égnek, ez kiáll, jó? Ebben szép sor van.
Az út végén forduljon jobbra. Tükröd már leszerelték a szembe. Yes, yes. Azt hiszem én befejezem. Aztán majd folytatjuk a következő fuvarral, ami valószínűleg ugyanez lesz nagyjából. Nagy vonalakban.